A Pécsi Járásbíróságon várakozik Jancsula Dezső tanár szerda délután. Előkészítő ülést tartottak az ügyében. A vád szerint megsértette annak a fiatalkorúnak a személyi szabadságát, akit még 2020. szeptemberében tartott vissza, hogy az igazgatóhoz vigye, mert az iskola területén dohányzott. Korábban tárgyalás nélkül hozott végzést az ügyben a bíróság, és 170 ezer forint pénzbüntetése ítélte, de ezt nem fogadta el, mert ha befizeti, akkor büntetett lesz a törvény szerint, így pedig mérlegelés nélkül el kell bocsájtani az állásából. Lehetőség van arra, hogy az ügyészség az előkészülésen indítványt tegyen. Az ügyészség ezen az előkészülésen a Jancsula Dezső vádlott vonatkozásában indítványt tesz megrovás alkalmazására. Ez volt az ügyészség javaslata, ehhez azonban a bíróság előtt be kell ismernie a bűnösségét a tanárnak. Ekkor lép életbe a megrovás, ami miatt nem kell elbocsájtani őt az iskolából, taníthat tovább. Nem értelmeztem ezt bűncselekmény szintű fellépésnek. Nem követett el bűncselekményt, ezért nem kell elismernie bűnösségét, mondta Jancsula Dezső az előkészítő ülésen. Így a megrovás nem lépett életbe, ezért tárgyalás lesz az ügyben. A bíróság épülete előtt kérdezte a sajtó a tanárt, miért döntött így. Egy példával válaszolt. Valakiről azt állítják, hogy szalámit vitt ki az üzletből, és egy kilóról szól a vád, de ő nem vitt ki szalámit. Akkor a végén neki 10 dekát se kell beismernie. Tehát én nem. Szerintem nem kellett elfogadnom a megrovást. A tárgyalás után megszólalt az a férfi is, aki tavaly nyáron demonstrációt szervezett Dezső bácsi mellett. Ugye lesz egy következő fázis a tárgyalásnak, hogy esetleg az elmarasztaló ítélet az nem, hogy jóvá lesz hagyva, hanem még komolyabbá válik. Ez én szerintem ez meg elfogadhatatlan. Tehát ezt ma hagyja a társadalom, hogy ez egy tanárral megtörténhessen, hogy a gyerekeink olyan iskolákban járjanak, ahol a tanárnak annyi joga nincs, hogy a rendet biztosítsa. Ha ezt hagyjuk, akkor nincs miről beszélni, tehát ezt nem hagyhatjuk, én azt hiszem. Stíbel Lőrinc szerint biztos szerveznek szimpátia tüntetést megint. A bíróság egyébként június 1-jére tűzte ki az első tárgyalási napot. A most kezdődő eljárásban meghallgatják a renitens fiatalokat, a tanúkat, szakértőket. A törvény szerint 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak a tanárra.